11 évvel ezelőtt, 2007-ben indították útjára az Árszakra Fesztivált, amihez évről évre az ország egész területéről önkéntesen csatlakoznak múzeumok, kulturális központok és művészek. A fesztivál programjait minden évben ingyenesen látogathatja a közönség, akik így kiállításokon, koncerteken, színházi és irodalmi előadásokon, vagy éppen gyermekprogramokon vehetnek részt. A Fejérló Közösségi Házban is évek óta tartó hagyomány, hogy részt vesznek a fesztiválon, aminek mottója: tekints az égre és lásd meg. A programok szeptember 15-én szombaton egy családi nappal kezdődnek, ahol délután 2 és 4 óra között játszóházzal, üvegfestéssel, gyertyamártással, képeslap és angyalos ajtódíszkészítéssel várják a gyerekeket. 16 órakor aztán kihirdetik a gyermekrajzpályázat eredményét is, és egyben megnyitják a beérkezett alkotásokból készült kiállítást is. A beküldött munkákat Vecsei László Ezékiel festőművész értékeli majd. Délután 16:30-tól aztán filmvetítéssel várnak kicsiket és nagyokat, ahol 3 ószövetségi történet elevenítik majd meg a mozivásznon. Szeptember 16-án, vasárnap, aztán az összművészet jegyében telnek majd a programok. 17 órától ugyanis egy irodalmi műsort láthatnak az érdeklődők a Fehérló Közösségi Ház színház termében. A prózát a Hildegárd óvoda szavalói, illetve a Mosoni Egyházközségi tanosai képviselik, a zenét a Kamerát a Szuminóna, az éneket Keresztény Veronika, Hegedűs Bori és az evangélikus kórus, a táncot pedig az Anler tánccsoport képviseli. Tehát ezen az összművészeti programmal a fesztiválnak kívánunk egy nagyon kellemes színfoltot adni. Magát a programot megnyitja és értékeli Farkas István, piarista házfőnök, Lupusz atya. Az irodalmi műsort követően Kurcsics László grafikus művész szakrális témákkal rendezett kiállítását nyitják meg az Art Flexum Művészeti Egyesület ajánlásával. A kiállítást Farkas István piarista házfőnök nyitja majd meg. A programok azonban itt nem érnek véget, jövő héten is több lehetőséggel várják az érdeklődőket. Szeptember 18-án kedden 15 órakor Keresztény Filmklub lesz. Megint csak hagyományosan olyan filmet tekintünk meg, ami keresztény szemléletű, de népszerű. Tehát a világ legtöbb Oscar-díját nyert alkotása. Nem is mondom el a címét, szerintem a nézők ki fogják találni. Jézus idejében játszódik, római és zsidó történet elevenedik meg, egy kocsi verseny lesz a legnagyobb látványosság ebben a filmben. Tehát erre a 2 órás vetítése szeretettel látunk mindenkit, kicsit és nagyot is, hiszen a korhatár megengedi, hogy gyerekek is jöjjenek. Az Árszakra Moson-Magyaróvári rendezvényét szeptember 22-én szombaton 19 órakor zárják a mosoni Nepomuki Szent János plébánia templomban, ahol a város egyházi repertoárral rendelkező kórusai lépnek majd fel. A programok tehát ingyenesek, amikre mindenkit sok szeretettel várnak szeptember 15-e és 22-e között.